teltház előtt lépett pályára a Mosonszolnoki sportcsarnokban az Audi Eto. Az ezúttal zöldben játszó Veszprém Barabás Dunatakarék ellen felkészülési mérkőzése. Az összecsapásom, ahogyan az várható volt, a Bajnokok Ligája győztes szája íze szerint alakult minden, hiszen folyamatosan növelték előnyüket a fehérmezesek. A találkozó számtalan szép gólt és parádés védés hozott mind a két oldalon. A győriektől Görbic Anita, Heidi Lők és Eduarda Amorim emelkedett ki a góllövők közül, míg a túloldalon Planéta Simonetta és Tóth Eszter. A 22-11-es félidőt követően a játékképe a második fél órában sem változott, így a 38-22-es végeredmény papírformának is tekinthető. A bajnokság előtt az Audi Etót még láthatja a győri közönség jövő héten a PVC Handball Fiesta keretében. Egy hatcsapatos nemzetközi tornán játszik a bajnoki címvédő a Magvasi sportcsarnokban. Augusztus 23-án a francia Metz, 24-én a német Lipcse lesz az ellenfél, és vasárnap még egy összecsapás vár majd a zöld-fehérekre.